Jó napot kívánok, sziasztok! Akkor köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Egy kedves taktárs kérte, aztán úgy döntöttem, hogy publikussá teszem a videót, arról van szó, hogy egy zsiráfot szeretne készíteni otthon magának, és a méretekre kíváncsi, tehát akkor most pontosan megpróbálok mérni, és akkor mindenki számára elérhető lesz ez a videó, tehát ha bárki kedvet kap, akkor elkészítheti otthon. Először is leveszem ezt a tartót róla, mert párszor annak idején lefejeltem, kezdetén. Először is csinálj róla, légy szíves, egy kicsit távolabbit, hogy így kifordítom, hogy elmész alatt. Jó, ennyi. Jó, így? Persze. Na most akkor először is kezdjük a gémmel. Tehát a gém belső mérete az 75 centi. A külső mérete, az pedig innen indul, az pedig 60 centi. És azt mondja, hogy 70x70-es zárt szelvény a gém külső, és 60x60-as a gém belső. A munkahenger 25.000 forintért kapható, maga a munkahenger hosszúsága az 58. Ha talpig nézem, akkor 60 centi. 2 tonna a teherbírása a munkahengernek, és akkor jöjjenek a lábai. Kiveszem ezeket a stifteket. Tehát először is van egy kereszt merevítés. Ugye itt is 60x60-as, illetve 65x65-ször? Hát nem, mert 70x, de 70x70-es zártszelvény, és a hosszúsága az 60. Akkor ugye itt is úgy van össze, hogy van egy 60-as. Igen, van egy 60-as zártszelvényünk, aminek a hosszúsága, hát jó indulattal 20 centi, majd abba jön bele ez a tartó szelvény, ami szintén 70x80-as. És ennek a hosszúsága 35 centi. És akkor nézzük a lábnak a hosszúságát. A lábnak a hosszúsága az pedig 122 centi. 122 centi. És 70x70-es zárt szelvény. Na most ezt, ha lecsukom, ha ezt így lecsukom, a kinyitott hosszúsága kint hosszúsága 152 cm. És akkor nézzük a munkahengert, tehát maga a főállványt, innentől mérem, és ez 111 cm, szintén mérünk ki. Szerintem ez is 70, igen, ez is 70x70-es. Itt a tetején van egy U alakú kapcsolat, ami
90x100-as, ezt milliméterben adtam meg. Itt vannak a merevítői. A merevítői 105 cm. És akkor kinyitom a másik lábát is, mert akarok egy szélességet, ugyanis a motorállvány úgy van kiképezve, hogy pont belefér a nem gagyi. A kínai az nem fér bele. Abba, a képbe. Na mindjárt. Tehát szabvány. Igen. Tehát, hogyha... Ki van nyitva, akkor azt ott pont bele lehet tenni. Igen, de először is meg akarom adni itt a gém tartnál a belső méretet, az 42 cm. Jaj. Itt a külső 80 cm. És még ezt és is. A hosszúsága innentől 106 cm. Ezt még léci, ezt. Azt már egyszer mértem az elején, 106 cm, de lemérem még egyszer, abból kezdtem. Ez pedig 60 cm. És a belső? Nem 60x60-os, vagy belső? Uh-huh. Hát, hogy hova lehet kell hegeszteni? A belső az meg 30. De akkor már így is mérünk egy távot. Ez pedig 32,5. És akkor megmutatom. Hoppá, van kezd. A kék is belefér, de azt most nincs kedvem rángatni. Ezért hozom a maverját. Addig én megmutatom közelről. A széles lábú dolg. És akkor a széles lábú Joe-ról is csinálunk egy méretet. Így ficsak. Elfelejtettük a magasságot. Tehát a tavalytól... Ne engem mutassál, hogy ide. Ide mutassál. A tavalytól a magassága... 19. És itt a gém csúcsa. 143 eddig a pontig. Most mérem az alsót. Az alsó az 63. És ezt a fotózni, hogy befér a vizésem, mert ezt is mindjárt gyorsan nem érem. Én ezt fölemelem a gémet, meg majd ki is húzom. Ne játszadozz vele! Mert így sokan, megy tönkre. Igen, mert sokan csak így mondta játszadoznak nekem vele. Első ütködés alkalommal. Ütködés nem kell széttépni, hanem normálisan. De van ennek egy egyszerűbb módja is, hogy meg tudja miért a magasságot mutatni. Thank you.
elvárom. Tehát először is a gén, ha innen mérem, látjátok, ide beteszem, hoppá, ide beteszem. A nyitott állapota 55,5 cm, és ha teljesen be van tolva a gém, a harmadik állás, mert csak ki lehet húzni most teljesen, csak nem akarom, hogy főboruljon, mert most a súly már kezd arra menni. Tehát ez a betolt gémállása. Akkor nézik a medzagom is. Ó, nem érem föl. Hát ez 200, majdnem 10 centi. Föltől. Igen, a föltől. Föltől mérve. Azért engedem. És természetesen ezt ki lehet cserélni, ezt a láncot. Ezt a munkaművet egyébként láttam már. De most miért nem rendesen? A magyar izében 25.000 forintért. A most online-ba is, meg a teljesen kinyitottam, drága gyermekeim. Nem bírom lecsapni, hát igen. El is basztam. Annak rendje módja szerint. Egyelőre így marad, majd kinyitom a biztonsági szelepet, ezt leeresztem. Mutasd ezt légy. Megmutattam. A motorszerelő állványt, és akkor én mérek. Hanyag dobja magát ez a szar. Tehát az állvány, az 76 centi. A lábszélesség 40. Ez is zárt szelvényből van. 50-es. Igen, 50-es zárt szelvény. És akkor a külső láb. Külső lába szintén 70 centi. Innen a láb alsó részétől a törzsmagasság felső pontja 77 centi. A lábtetőtől a törzsmagasság 72 centi. És akkor a belső cső 60-as, a külső cső meg 70-es. És akkor a zsámoly, talp, az 25 centi, 25x15, és akkor a lábok, az 14, és ez 2x2-es lesz szerintem. Így van, 2x2-es zárt szelvény. És nagyon fontos még, ugye a bemetszések, itt mindjárt mérek, tehát egy teljes szélső csavarállás az a középről mérem, akkor az 10 centi. Ha itt a belsőt mérem, az 7. Tehát ez a távolság 7, ez a távolság 10 centi. Mit nem mértem? Ja, a magasságát a talajtól, ha jól látom, 5,5-6 centi? 9. 9? 10. Az alsó magasságot. Ja, 5, akkor 5. 10, na egyébként de 5-ös szelvény, tehát 5. Igen, és akkor hát a lábait azt meg lehet kapni bármelyik mezőgazdasági bótba, vagy csapágybótba, vagy bútorbótba, vagy mit tudom én,
jobb vidéki szatócsboltokba is. Tehát így néz ki ez a berendezés. És mondom, arra figyeljetek, a kínai nem fér bele. Az első nekem kínai volt, az nem fér be, mert így tudsz házasítani a zsiráffal. Fölveszed a földről az emelőt, a motorblokkot, vagy a motorból kiszedszed, a párosítás meg úgy történik, hogy betolod ide. Leteszem ezt a blokkot. Párosítás meg úgy történik, ugye, hogy betolod ide a motortartót, és akkor ugye ezt kiveszed, rácsatlakoztatod a motorra, beállítod magadnak, és akkor fölemeled a zsiráffal, arra, hogy itt ugye be tud dugni ide a tengelyt. Én legalábbis így szoktam összepárosítani a két dolgot, aztán ugye mindenki mehet a dolgára, lehet a motor tartóállványt is külön működtetni, a zsiráfot is. Hát remélem, hogy hasznos volt az info. Szervusztok!